Negyedik alkalommal szervezték meg a Historic Winter Rally nevet viselő nemzetközi autóversenyt Háromszék legmagasabban fekvő településén, Kommandón is környékén. A közel 290 kilométeres rallit a Sepsiszentgyörgyi Autó Krono Klub szervezte a Román Automobil Szövetség égisze alatt. A versenyre leginkább Nyugat-Európából jöttek megszállott pilóták. Így száguldoztak a több mint 30 éves autók és pilótáik a Kovászna és Kommandó közti havaserdei utakon. A közel 290 kilométeres rallira 52-en neveztek, akik Franciaországból, Belgiumból, Csehországból, Luxemburgból és Svájcból érkeztek Háromszékre. Egész Európában vagy 3-4 hely szerveznek rallit ilyen havas körülmények közt. Tehát itt a mi pályánk az egy direkt nagyon megfelel, hogy úgy mondjam, a rallis igényeknek. Azon kívül még adunk nekik azt, hogy csak havon mennek. Tehát ez egy olyan kihívás, amit ritka események közé tartozik, és ezért nagyon szeretik a versenyzők, hogy minden évben szívesen jönnek, sőt örökké minél többen jelentkeznek. A három nap alatt 16 gyorsasági szakaszt rendeztek, de a résztvevőknek az eredmény csak másodlagos volt, mert a fő cél ezen a rallin az élményszerzés és a száguldás öröme. Yes, we come from Switzerland. Svájcból jöttünk és szeretünk havon vezetni. A mi hazánkban jelenleg nincs hó, ezért itt vagyunk, most már másodszorra jöttünk. Szeretjük, az emberek kedvesek és nagyon jó a szervezés. Sok jó élményben van részünk. A téli rallit két hét múlva ismét megrendezik a háromszékiek, akkor elsősorban Kárpát-medencei országok részvételére számítanak.